A szexárdi HQ Info BT 2001 óta foglalkozik általános informatikával. A cég ügyvezetője azt mondja, az ügyfeleik többsége kis és középvállalkozások, illetve non-profit szervezetek és önkormányzatok. Alapvetően szexárd és mondjuk 30 kilométeres vonzás körzetében dolgozunk, de a szoftverfejlesztést tekintve országszerte. Általános informatikával foglalkozunk, ez azt jelenti, hogy a szoftverfejlesztéstől, a webfejlesztéssel, a rendszergazdai tevékenységen át a hardware kereskedelemig is szervezik, mindent lefedünk, amit ezek a profilú cégek, amik az ügyfeleink igényelnek. Ezért van az, hogy a tanulóknak is ezekből a profilokból mind tudunk mutatni, amennyiben igénylik és amennyiben érdekli őket. A vállalkozás ugyanis közel 2 éve csatlakozott a duális rendszerbe. Úgy indult az egész, hogy korábban adtam fel állásinterjúkat, és jelentkeztek pályakezdők, láttam, hogy mennyire nincs köze a tudásuknak a valósághoz, a valós problémákhoz. Beszélgettem más profilú ügyfeleinkkel hasonló témában, és mondták, hogy ők pont ezért vágtak bele a duális képzésbe, mert náluk is ugyanez volt a gond. Úgyhogy egyrészt mi is emiatt, másrészt pedig az iskolától is megkerestek, mert ők is szerettek volna duális partnert. Illetve a diákok részéről is felmerült az igény erre, hogy szeretnének így a valósággal kapcsolatos feladatokat is kapni. Egész évben, vagy napi 8 órában itt vannak, az elméleti oktatást is itt kapják, majd oktatással majd a kollégám többet fog beszélni. És nyári szünetben is ugye a szabadság kivételével itt vannak, mennek külső munkákra is, ha úgy alakul, amikor éppen van, így önként jelentkezés alapján, úgyhogy itt vannak egy teljes munkaidőben gyakorlatilag. A cégnél jelenleg 14 informatikai rendszer és alkalmazást üzemeltető technikus diák tanul. Ezzel hozzám a legközelebb mindig számítógépeztem, és ezt javasolták, hogy kezdjem el ebbe az irányba is, emellett tartottam ki. Tanulnunk kell, és szépen haladunk szerintem. Ugyanaz, mintha iskolában lennénk, de azért egy kicsit lazább környezetben, barátságosak a kollégák. Sokkal rugalmasabb a tanulás. Mi szabhatjuk meg, illetve mi döntjük el, hogy mit tanulunk és hogy mikor. Viszont itt is ugye vannak vizsgák, hogy a határidőre kell készülni a tanulással. A tanulási tervem még egyelőre nincs, de szeretnék levelezőn, ha esetleg úgy döntök, akkor mondjuk a Dunaújvárosi Egyetemen. Ez a modern világnak az egyik legnagyobb viványa, úgyhogy ebben van a legnagyobb fejlődés eddig, és tehát igazából ez jó, úgyhogy ebbe érdemes befektetni energiát is a tanulásba, és a munkakeresés ügyében is. A képzés első fél évében többnyire elméleti oktatás zajlik, ezt általában önállóan dolgozzák fel a diákok. Néha tartunk ilyen konzultáció jellegű kérdezfeleleket, hogyha valaki esetleg nem tiszt, valakinek nem tiszta egy-két szakszó, akkor ezeket átbeszéljük, és ezt egész nap szokták csinálni. A legmérvadóbb ugye a hálózati ismeretek, az nagyon fontos ebbe a szakmába, illetve azért az operációs rendszereknek az ismerete is. Fél év alatt még azt kell mondanom, hogy annyira sokat nem tudnak fejlődni, majd amikor elérik a gyakorlati oktatásba, átmegyünk abba a fejezetbe, onnantól kezdve azért látszik a fejlődés rajtuk. Rendkívül motivált ez a csapat, bármikor, bármilyen külső munkát kell végezni, szó nélkül jelentkeznek. Volt olyan, amikor hétvégi munkánk volt, akkor is voltak jelentkezők, és nagyon ügyesek, tényleg nem kell őket kísérni, van köztük bőven pár ember, aki kirívóan ügyes. Engem is érdekelt, hogy így a számítógépek világa, hogy kicsit jobban belelássak ebbe, ezért kezdtem még annó 9-be, és akkor tavaly érettségiztünk, ugye, és akkor jelentkeztünk a technikumra, és itt kötöttünk ki. Nagyon tetszik, sokkal jobban, mint az iskola, lazább a környezet, jó fejek a srácok is, akik itt voltak, meg ami nagyon fontos, hogy járunk ki ugye úgymond terepre, hogy ott megtapasztaljuk, hogy milyen valójában tényleg ez a szakma, hogy nem csak az iskolában elmondják, hanem látjuk, hogy mire is számítunk majd, hogyha majd kikerülünk az életbe. A tananyagok hasonlóak volt, mint az iskolában voltak, annyi, hogy itt sok esetben ránk van bízva, mi tempónkban haladunk, ha úgy van, úgy kívánja az anyag, akkor tartanak nekünk órákat is, és
nem nehéz igazából. Ha valaki érdeklődik iránt, akkor nem nehéz. Sokoldalú, színes, tehát rengetegféle része van, és mindenki megtalálja magának azt, amit szeret benne. Érdekes. Erre az ágazatra is igaz, hogyha valaki tényleg érdekel, és csinálja, és foglalkozik vele, akkor biztos, hogy fog találni olyan lehetőséget, amiben nem biztos, hogy pályakezdőként azonnal, de egy kicsit később kiteljesedik. Ugye ez közismert dolog, hogy a legtöbb cég, mint ahogy a viccekben, olyan pályakezdőt keres, akinek van tapasztalata. Ebben talán valamennyi segít ez a képzés, amit mi csinálunk, mert itt látják a valós ügyfél igényeket, követelményeket, hogy mi történik egy valós munka során, például hányszor változnak a követelmények akár egy napon belül is, és így látnak valódi dolgokat. De erre az ágazatra különösen igaz, hogy nyilván nagyon gyorsan változik az informatika, ezért benne kell élni. Tehát aki informatikával szeretne foglalkozni, tanulni, meg ilyesmi, annak szerintem alapfeltétel, hogy ő magától is foglalkozzon vele. Tehát az, hogyha valaki 18 éves koráig abszolút nem csinált ilyet, és kitalálja, hogy ő most ilyet szeretne tanulni, és majd várja, hogy valaki tanítsa meg neki, az nem megy. Tehát alap elgondolást, az alap informatikai gondolkodás logikát, azt azért kisebb kortól el kell kezdeni. És főleg az érdeklődés számít.